Sok szeretettel köszöntelek benneteket ezen Szent Szombat napon, amikor egy ilyen gyönyörű időjárás mellett tudjuk Istenünket dicsőíteni ezen helyen együttesen, és még megadatik nekünk, hogy együttesen békében dicsőíthetjük mennyei atyánkat, és egymás tapasztalataiból tudunk építkezni. Isten tiszteletünk megkezdésére keressük ki a 13-as számú éneket, és a zongora hangjára énekeljük el. Hajtsuk meg a mi térdjeinket Isten szent színe előtt egy imára. Mennyei atyánk, mély tisztelettel és hálával hajtunk fejet és térdet a szent nagy neved előtt. Megköszönni azt, hogy velünk vagy, megőrzöd a mi életünket, elvezéreltél ezen helyre. Előjogban részesítesz, hogy a te lábaidnál tudunk tanulmányozni, ígéd által felépülni, és egymás tapasztalatai által felüdülni. Kérünk, hogy ezen óra alkalmával jöjj közénk, szent lelked által adj nekünk éber figyelmet, hogy az ige szólónak szavait, a te isteni igédnek a szavait, ami szívünkbe tudjuk vésni, és ezek szerint tudjunk élni, ezek olyan hatást válthatnának ki mi az életünkben, hogy ezek által a mi hétköznapjainkban megváltozna a mi életünk. Kérünk, légy mindazokkal, akik nem tudnak ilyen szabadon imádni téged, légy azokkal is, akik nem tudtak eljönni ezen helyre téged imádni, légy velük otthon, kik hol találtatnak, légy azokkal is, akik online közvetítés által követnek bennünket, szombatnapi áldásodat árazd minden te népedre. Kérünk, hogy légy a betegekkel, kik hol vannak, add gyógyulást, ha megegyezik szent akaratoddal. Kérünk, légy vigasztalója a gyászolóknak. Őnekik is adj megnyugvást az ők életükben és a hiánypótlást. Maradj és időz közöttünk, segítsél meg, hogy lesz tudjuk szokni rossz szokásainkat. Bocsáss meg a mi vétkeinket, ne tekintsd a mi gyarlóságainkat. Maradj és időz közöttünk, most és mindenkoron. Továbbiakban meghallgatunk egy hegedű duett szolgálatot, mielőtt rátérnénk Isten tiszteletünk meghallgatásra, hegedű duett szolgálatra pedig az Endrét és az Olivért kérném meg.
Köszönjük szépen ezen hegedű szolgálatot, most pedig a legfiatalabbakat várjuk ide előre egy szolgálattal, a kisgyerekeket kérném meg az ők. A napkeleti bölcsek az eget vizsgálták, ott Jézus csillagát meglátták, a kereti bölcsek útra keltek nyomban, és meg is találták Jézust a jászolban. Az a fényes csillagráj lelkünkben is ragyog, Jézust megtalálva leszünk boldogok. Köszönjük a gyerekeknek ezen szolgálatot. A keresztény világ most ünnepel egy olyan ünnepet, amit Jézus születéséhez kötnek. Majd nyomban el is felejtik, ahogy lejár ez az ünnep. Nekünk keresztényeknek sokkal többet kell jelentsen Jézus, mint sem egy ünnepet, vagy egy megszületést. Nekünk egy megváltó született valamikor, nem is biztos, hogy karácsonykor, amit most ünnepel a keresztény világ, de megszületett nem azért, hogy emlékezzünk minden évben egyszer róla, hanem azért, hogy megmentse a világot. És ez talán a legfontosabb számunkra, mint sem egy ünnep, 2-3 napból álló ünnep. Megváltotta a világot, és meghalt mindazokért, akik nem szerették őt. Továbbá felkérem a Bodnár László atyafit, hogy szóljon hozzánk Isten igéből, amely Szakadjon bár az ég címet viseli ezen óra, és tudjuk, hogy ez nagyon jellemző a mai világunkra, az események sorára, elég sok mindennel küzd az emberiség. Hallgassuk őt, és legyünk éberek az Úr áldja meg szolgálatában. Nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Ezen a napfényes szombat délelőtt idején, amikor ismét alkalmunk van arra, hogy összejöjjünk, testvéri szeretetben ünnepeljük meg azt a szombat napot, amelyet az Úr kijelölt számunkra. Habakuk prófétának verseivel kezdeném a gondolatokat, 3. fejezet 16-17-18 versével. Hallám és reszket a bensőm, a szózatra remegnek hajkaim, horladni kezdenek csontjaim, reszketnek lábaim. Hogy nyugton legyek a nyomorúság napján, amely feljön a népre, mely megsanyargatja azt. Mert a fügefa nem fog virágozni. A szőlőkön nem lészen gyümölcs. Megcsal az olajfa termése. A szántó földek sem teremnek eleséget. Kivész a juh az akolból, és nem lesz ökör az istálóban. De én örvendezni fogok az Úrban, és vígadok az én szabadító Istenemben. Folyton azért fohászkodunk, hogy az Úr megtartson bennünket, hogy bármit is hoz a jövő, örömet vagy bánatot, mindig benne találjuk a
megkönnyebbülést a lelkünknek a számára. Van, amikor úgy tűnik, hogy az egész világ összedől körülöttünk. Amikor hirtelen semmivé válnak azok a dolgok, amikben addig bíztunk, amikre támaszkodtunk, és látszólag semmi sincs, amiben kapaszkodhatnánk. A színben szereplő kifejezés, szakadjon bár az ég. Az előtted az élet című bizonyságtétel 55. oldalán olvasható. A Nevelés című könyv, amely ugyanez, csak más fordítás, 51. oldalon. A Nevelésben lévő, a Nevelés című könyvben lévő fordításból olvasok gondolatot. A világnak emberekre van leginkább szüksége. Érdekes, ha belegondolunk abba, hogy mi mindenre van nekünk szükségünk, amit úgy érezzük, hogy kell, meg kell szereznünk, hogy hiányzik. Mi az, amire a világnak a leginkább szüksége van? Emberekre. Miért? Nincs ember a világban? Sorolja a milyenségeket, hogy milyen emberre van szüksége a világnak. Olyan emberekre, akik meg nem vehetők, sem el nem adhatók, akik szívük legmélyéig őszinték és becsületesek. Akik nem félnek nevén nevezni a bűnt, akiknek lelkiismerete úgy mutatja az irányt, akár az iránytű az északi pólust, és akik kiállnak az igazság mellett, szakadjon bár az ég. Ember van. Milyen ember nincsen? Olyan, akik kiállnak az igazság mellett minden körülmények között is. Olvastam ezt a bizonyságtétel idézetet pár héttel, egy-két hónappal ezelőtt, majd miközben készítettem a következő negyedéves szombatiskola magyar változatát, akkor is találkoztam ezzel az idézettel. Majd egy barátom is, aki rendszeresen küld nekem bizonyságtétel idézeteket, mert jónak találja, ő is elküldte ezt. A következő bekezdés így folytatja. Az ilyen jellem azonban nem alakul ki csak úgy véletlenül. Nem is különösen kivételezetteknek adatik meg. Nem is a gondviselés ajándékaként kapjuk. A nemes jellem az önfegyelem eredménye. Annak eredménye, hogy az alantasabb erőket alávetjük a magasztosabb erőknek. Énünket az Isten és emberek iránti szeretett szolgálatra szenteljük oda. Tehát itt bizonyos jellemről beszélünk. Nem olyanról, ami csak úgy Isten ad számunkra az ő gondviselése folyamán, vagy amire érdemesek lennénk. Ezért nekünk kell tennünk valamit. Hogy az alantasabb erők helyett magasztosabb erőknek adjuk át magunkat. Ennek a kifejezésnek van meg annyi értelmezési lehetőség. Tehát a jellem fejlesztésnek, a jellem fejlődésének a velejárója az, hogy megálljunk az igazságban. Még akkor is, ha az ég szakad ránk, és ilyen jellemre van szükségünk. Istenek igéje, Istenek szava azt mondja, hogy a közel jövőben még az egek is elmúlnak, szó szerint. Ugye emlékeztek ezekre a bibliai kijelentésekre, amikor így fogalmaz. Elmúlnak az egek is.
Ézsaiás 51. fejezetének 6. verse azt mondja, hogy az egek, mint a füst, elfogynak. Ha van valami biztos dolog világunkban, akkor az az egyik legbiztosabb, hogy az ég itt van fölöttünk. Milyen dolgoknak a következménye lehet az, hogy még az ég is elmúlik? Kicsit ijesztőek ezek a szavak, ugye? Hiszen a megszokott, úgymond normális életmenet eloszlik, mint a füst, és káosz alakul ki. Ézsaiás 34. fejezetének 4. verse azt mondja, hogy mint írás, az ég, mint írás, egybehajtatik. Ugye ne egy könyvre gondoljunk, valamikor tekercsekre írtak. És hasonlóképpen, mint hogy a tekercset összetekerték az abban lévő írással együtt, ehhez hasonlítja az eget is, ahogy elmúlik. Jelenések 6. fejezetének 14. verse hasonlóképpen fejezik ki. Az ég eltakarodik, mint amikor a papírtekercset összegöngyölítik. Mit várhatunk a jövőtől, hogy az ég papírtekercsként is összetekeredik? Hogy minden olyanná lesz, amilyen még volt? Péter apostol 2. könyvének, 2. levelének 3. fejezetében a 10. vers azt mondja, hogy az Úr napja pedig úgy jő majd el, mint éjjeli tolvaj. Ismerjük jól a szavakat, ugye? Az egekről mit ír? Azt mondja, az egek ropogva elmúlnak. Minden bizonnyal meg fognak történni ezek a dolgok. Pontosan úgy, ahogyan Isten szava leírja. El tudjuk-e képzelni, hogy mi is átéljük ezeket a dolgokat? Hogy erősen megállunk akkor, amikor megtörténnek ezek? Amikre Isten akar most felkészíteni bennünket? Szinte kézzelfogható némely dolgoknak az összeomlása, amelyekre korábban természetesen számítottunk. Mert tudtuk, hogy az úgy szokott működni. Az úgy szokott történni. Most pedig ezek szinte semmivé válnak. Annak ellenére, hogy még mindig előtte vagyunk annak, hogy az ég így elmúljon, mint ahogy az ige beszél róla. Ézsaiás könyvének 59. fejezetében a 8. versétől a 15-ig nagyon szépen elemzi, leírja, tükrözi, lefesti számunkra, hogy milyen időket élünk meg. Azt mondja a 8. vers, hogy a békesség útját nem ismerik. Nincsen jogosság kerékvágásukban. Ösvényeiket elgörbítik. Tizedik vers azt mondja, tapogatjuk, mint vakok a falat, tapogatunk, mint akiknek szemök nincsen, megütköznek délben, mint alkonyatkor. Olyanok vagyunk, mint a halottak az egészségesek között. 11. vers, morgunk, mint medvék mindnyájan, és nyögvén nyögünk, mint galambok, várjuk az ítéletet, és nem jő, a szabadulást, és távol van tőlünk. Nem akarom végigolvasni. 14. vers még azt írja, hogy eltávozott a jogosság. Az igazság messze áll. Érezzük ezeket a dolgokat? Tapasztaljuk mindennapjainkban? Munkahelyen, iskolában, családban, hétköznapjainkban?
Mivel elesett a hűség az utcán, és az egyenesség nem juthat be. A hűség hiányzik, ki a gonosz kerüli, prédává lesz. Némely gonoszság annyira népszerű, hogyha nem csatlakozol hozzá, akkor te leszel az áldozata neki. Az emberileg gondolt biztonság úgy tűnik, hogy szertefoszlik. Nagyszüleimtől, de szüleimtől is hallottam olyan időszakról, amikor háború volt. Biztos hallottatok ti is ilyen történeteket. Amikor elmesélték, hogy mi volt a világháború idején. Mi volt 56-ban, és az utána következő rendszerben, amikor katonák fegyverekkel a kezükben ölték az embereket, amikor mindent elvittek otthonról, nem törődve azzal, hogy hány gyerek van a családban. Amikor nőket erőszakoltak meg, amikor fogságba vitték a férfiakat, de nőket is egyaránt, munkaszolgálatra, és sorolhatnám. Milyen bizonyosság, milyen biztonság volt az emberek kezében a mindennapjaikban, gondoljatok bele. Itt az országunkban, most, a szabadság idején kétségbe ejtő az igazság tiszta megtartása. Káosznak tűnik minden. Széthullik a család, amely létrejött, amelynek a létrejöttén meg annyit dolgoztunk. Eltűnni látszik a családból is, az igazság, a jogosság. Több dolog, amit biztosnak véltünk életünkben, darabokra hullik. Mintha több ég is ránk szakadna. Pál apostol szavai szó szerint teljesednek. Timóteus második levele, harmadik fejezetének első versei azt mondja, az pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be. És ismerjük a szavakat. Milyenek lesznek az emberek? Magukat szeretők, pénzsóvárkók, pikérkedők, kevélyek, káromkodók. És írja, sorolja, sorolja, sorolja. Vannak bizonyos dolgok, amikben egykor biztonságot találtunk. De ma már nem. Mert pont ezek, amiket Pál apostol itten leír ebben a levélben Timóteushoz, ezek jellemzik azokat a dolgokat is. Hogy mire gondolok? Volt például olyan munkahelyem, ahol elvárták, hogy a vevőket csapjam be. Meg tudod csinálni? Rá tudnak venni. Ha nem teszed meg, esetleg kirúgnak. És hasonló dolog jellemzi ma már életünk minden részét szinte. Krisztus fontos kijelentéseket tett erre az időszakra vonatkozóan. Pontosabban mondva arról beszélt, hogy mire van most szükségünk. Hogy túléljük ezt az időt. Nem csak fizikailag, hanem lelkileg is. Hogy úgy gondolkozhassunk, amely harmóniában van, összhangban van Istennel. Máté evangéliumának a 24. fejezetében a 11-12-13 verse azt mondja, hogy sok hamis próféta támad, akik sokakat elhitetnek. És mivel, hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. De aki mindvégig állhatatos marad, üdvözül. Tudjuk, hogy mi a háttere minden dolognak. Mi az, ami mozgatja a dolgokat. Az nem más, mint a
szeretet, vagy éppen annak a hiánya. Ez válik hideggé most. Bármilyen dolog is szakadjon ránk, bármilyen ég is szakadjon ránk, akár több is. Valahogy az az indulat van bennünk, hogy próbáljuk azt túlélni, elviselni. Ez a világ számunkra egy iskola. A fegyelemnek, a tanulásnak az iskolája. Azért vagyunk itt, hogy Krisztus jelleméhez hasonlót alakítsunk mi is ki. Hogy elsajátítsuk a magasztosabb életnek a szokásait, a nyelvezetét. A jó elleni hatások, tehát amit a jót le akarják törni, azok minden oldalról hatalmas erővel támadnak. A bűnnek a terjedése oly nagymértékű, oly mély, oly irtózatos Isten számára, hogy lassan felemelkedik az ő méltóságában, és borzalmasan megráz mindent. Nekünk tehát olyan jellemre van szükségünk, ami mindent túlél. Láthatjuk, hogy mik fognak történni, mielőtt megrázkódik a föld. Isten számára elszomorító, hogy ezek a napoknak meg kell történnie. Viszont az ellenség tervei olyan művésziek, olyan tetszetősen bonyolítja Sátán azokat, hogy akik hitben gyengék, azok nem ismerik föl az ő törekvéseit. A Sátán által készített csapdákba esnek, aki emberi eszközök által munkálkodik, hogy megtévesszen mindenkit, még a választottakat is. Csak azok ismerik fel az ellenség csalásait, ármánykodásait, akik Istennel szoros kapcsolatot tudnak tartani. Az embereket Sátán már becsapta. Szeretetük kihűlni látszik. Ugyan még élnek, de csak élvezni akarják az életet. Viszont képtelenek megállni, ha jönnek a bajok, ha leszakad az ég, amikor a társadalom lelkileg és erkölcsileg elesik, szó szerint darabokra hullik minden körülöttünk. Nekünk nem csak a mindennapi életben kell a túléléssel megbirkóznunk, hanem az élet alapelveiben, szabályaiban is helyt kell állnunk. Az Isten iránti való szeretetünkben, a hozzávaló kötődésünkben is szilárdaknak kell legyünk, hogy őt kövessünk és nem mást. Hogy neki engedelmeskedjünk, és ne másnak. Az ember könnyen letér arról az útról, hogy mindenben kövesse Istent. Mert Sátán becsapja az embert, és csak azok állhatnak meg, akik szoros kapcsolatban vannak Istennel. Csak ők ismerik fel Sátánnak törekvéseit, csapdáit, ármánykodásait. Akinek előre jól kitervelt tervei vannak, megtervezett csapdái. 5. kötet bizonyságtételben a 136. oldalon, ez egy angol oldalszám, nem a magyar, elfelejtettem kikeresni a magyar oldalszámot, ott beszél a hamis fémről. Azt mondja, bűnnel szennyezett légkörben élünk. Isten népét rövidesen tüzes megpróbáltatások érik, és akik most valódiaknak és igazaknak látszanak, a nagy többség hitvány, hamis fénynek
bizonyulnak csak. Tehát csak kevesen lesznek valódiak. A többség hamis. Mint ahogy a kemencébe beteszik, a kohóba beteszik a nyers ércet és vasat olvasztanak belőle. Ott a salak leolvad. És ha egy hamis keresztény kerül bele ebbe a kemencébe, abból nem lesz tiszta fény. Azt mondja, hogy kevésbé ragaszkodjunk talán Isten törvényéhez csupán azért, mert a világ érvényteleníteni próbálja. Isten törvényét érvényteleníteni akarják. És ez meg is történik. Majd a következő bekezdésnek a végén így beszél. Amikor Krisztus vallását a leginkább lebecsülik, amikor törvényét leginkább megvetik lelkesedésünknek, akkor kell a legforróbbnak, bátorságunknak, szilárdságunknak, tántoríthatatlannak lennie. Álljunk az igazság oldalára, amikor a többség elhagy minket. Akkor harcoljuk az Úr harcát, amikor kevés a harcos. Ez a próbatételünk. Izzó lelkesedést kell merítenünk mások hidegségéből, bátorságot mások gyávaságából, hűséget az árulásukból, mert nemzetünk akkor majd a nagy lázadó mellé áll. A tanítványok számára az égszakadást az jelentette legjobban, amikor a messiást keresztre feszített. Hogyan élhették át a tanítványok azt, amikor a messiás ott a keresztfán meghalt? Mit tettünk volna mi abban a helyzetben, ha ott lettünk volna? Vagy mit teszünk most a jelen körülményeinkben, amikor a megszokott dolgok megváltoznak, bizonytalanná válnak, káosz alakul ki? A rend helyett. A következő negyedéves szombatiskolánk már ott van némelyetek kezében, amely Dávidnak az életéről szól. Dávidnak az életében számos hasonló eset látható. Gondoljuk végig, hogy Sámuel felkente Dávidot királlyá, de mégis a továbbiakban Saul maradt a király. Saul megérezte a veszélyt, az, ami számára szóló veszély volt Dávidban, az a veszély, hogy az ő helyére kerül majd Dávid, mert ő szeretett volna király maradni. És ezért elkezdte üldözni Dávidot. Dávid azonban az Úr felkentje volt. Az Úr vele volt. Ennek ellenére mégis mi történt vele? Az történt vele, ami elvárható volt? Az történt vele, amit ő is elvárt? Milyen dolgok mehettek át az ő fejében, amikor felkenték királyát, de nem lehetett király? Látta a királyt, a királynak a bűnös tetteit, de ő nem lehetett király. És ez mindennek annak ellenére, hogy ő teljesen az Úrba vetette az ő bizodalmát. És még mindig nem lehetett király. Úgy tűnt számára, mintha az ég szakadt volna rá. Hiszen nem csak, hogy király nem lehetett, hanem a király az ő életére tört. Eljutott addig a pontig, hogy most már neki is valamit tennie kell. Első Sámuel 27. részének első versében
leírja Dávidnak a gondolatát a vers. Azt mondja, hogy ha egy napon mégis el kell pusztulnom a Saul keze miatt, nincs jobb reám nézve, mintha gyorsan elmenekülök. A filiszteusok tartományába. Hova lett Dávidnak az addigi bizalma, hogy életét az Úr kezében hagyta, amikor úgy gondolta, hogy most már neki is tenni kell valamit, és megtette életének lehető legrosszabb lépését. Felkelt azért Dávid. Dávid azt mondja, 27. fejezetnek a további versei, a második, harmadik, negyedik versei. Elment Ákishoz, vele elment a 600 embere, mindenki vitte a családját. Ákis király az Gátban lakott, a filiszteus király. És amikor Saul megtudta, hogy Dávid hol van, akkor persze felhagyott az üldözésre. De hagy említsem meg azt a jelenetet, ami néhány évvel korábban történt. Góliátnak az esete. Tudjátok, hogy Góliát melyik néphez tartozott? Filiszteusokhoz. Dávidnak milyen bizodalma volt Istennek, mikor Góliát ellen ment. Az Úr erejével ment Góliát ellen. Tudta, hogy ott van vele az Úr. Most pedig ebben a helyzetben az ellenséghez menekül. Ugyanazhoz az ellenséghez, akit akkor évekkel korábban legyőzött. Oly csodálatos. Micsoda logikátlan, értelmetlen, számunkra érthetetlen, felfoghatatlan döntés volt ez részéről. Az ellenséghez menekülni. Izrael népének ellenségéhez. A 12. versben leírja, hogy Ákhis, a király, reménykedett abban, hogy ez a Dávid, akinek olyan nagyszerű dolgai voltak már, győzelmei, most hát, ha a mi oldalunkra áll ezekkel a nagyszerű teljesítmények. És befogadta. Adott neki egy várost, Siklágot, oda költözhetett az embereivel, ott lakhatott, és természetesen a király hasznot várt Dávidnak az ott létéből. De kicsivel később, ha jól emlékszem, úgy írja valahol, hogy egy évig és 4 hónapot töltött ott ebben a városban Dávid, az ő embereivel. És talán emlékeztek a történetre, de ha nem, a következő negyed évben mélyen tanulmányozhatjuk mindannyian együtt, hogy a filiszteus fejedelmek, királyok összegyűltek, hogy Izrael ellen harcba menjenek. És természetesen Ákhis király Dávidot is ott akarta maga mellett látni ebben a harcban. Összegyűltek egy táborban, hogy felkészüljenek erre. Tehát Dávid oda menekült a filiszteusokhoz, amelyet olyan bölcs gondolatnak számított az ő részéről, az ellenséghez, és most az ellenség pedig az ő népe ellen akart vonulni. Dávid lassan-lassan belátta, hogy milyen nagy hibát követett el. Az volt az egyetlen szerencséje, hogy az Úr irányította a háttérben a dolgokat. És a fejedelmek Dávid ellen fordultak, a filiszteus fejedelmek. És Ákhisnak a döntése ellen fordultak, hogy Dávid ne menjen velük. Így Dávidnak vissza kellett menni a városba, 3 nap után, Siklágba, de viszont a 3 nap alatt jöttek az amálekiták, és a várost felégették, családjaikat pedig elvitték.
Azt sem tudták, hogy élnek vagy halnak. A feleségek, a gyermekek, a rokonság. Egyik csapás a másik után következett. Csak azért, mert Dávid elbizonytalanodott az Úr gondviselésében. És mindenek ellen, még mindezeknek ráadásként, hogy még nagyobb legyen a baj, hogy még nagyobb legyen Dávidnak a szenvedése, az Úr azt is megengedte, hogy a vele lévő nép ellene forduljon. Annyira, hogy meg akarták kövezni Dávidot. Micsoda egy kétségbe ejtő helyzet alakult ki Dávidnak a döntése folyamán, hogy az ellenségnél keresedett menedéket. Hogy nem menekült inkább a hegyek közé, az erdőbe, ott, ahol Isten gondoskodhatott volna. Hogy nem Istennél keresett menedéket, hanem a filiszteusoknál. Helytelenül cselekedett. Be is látta egy idő után. És Dávidnak ebben volt a nagy ereje. Képes volt belátni tévedéseit, hibáit, elismerni. Ebben volt az ő győzelme is, úgymond. Mert annak ellenére, hogy ennyi dolog érintette, mégsem elfordult az Úrtól, hanem visszafordult az Úrhoz. Visszaemlékezett arra az életére, ameddig korábban volt, visszaemlékezett Istennek a jelenlétére életében, vezetésére, gondviselésére. 1. Sámuel 30. fejezetében a 6. vers azt mondja, hogy megerősíti magát az Úrban. Tehát az első és legfontosabb Dávid életéből az, hogy ne forduljunk el Isten. Pátriárkok és próféták a 690. oldalon, angol oldalszám, amit a szélén a könyvnek megtaláltok, azt mondja, hogy szívében még mindig ott volt a szándék, hogy hű marad Istenhez. Bármibe is belekeveredünk. Legyen ott a szándék, hogy Istenhez visszatérünk, hűségesek maradunk hozzá. Másik nagyon fontos dolog Dávidnak az életéből és ebből az eseményből is, hogy komolyan Istenhez fordult segítségért. Ezt is a Pátriárkok és Proféták írja, ugyanitt a 690. oldalon. Tehát ne időzzünk azon, hogy kesergünk a saját nehézségeinken, nehéz sorsunkon, körülményeinken, amit kaptunk, amiben belekeveredtünk, hanem elismerjük, hogy a mi bűnünk, a mi rossz lépésünk vezethetett oda. Annak a következménye az. És Isten csak azt várja tőlünk, hogy visszaforduljunk hozzá. És ő benne bízunk. Őre vágyjunk, hogy ő megkegyelmezzen nekünk, és segítséget kapjunk tőle. És ez a harmadik és legfontosabb, hogy Isten kegyelmére számítani. Zsoltáros 56. fejezete, 10. vers. Dávid írta ezt a Zsoltárt, amikor ilyen keserűségen ment át. Érdemes minden versét kitanulmányoznunk ennek a Zsoltárnak. Azt mondja, meghátrálnak majd ellenségeim, mikor kiáltok Istenhez, így tudom meg, hogy velem van az Isten. Tehát biztos volt benne, hogy ha ő Istenhez fordul megint, Isten megsegíti őt az ellenségeivel szemben is. Szükség van arra, hogy elismerjük a hibánkat, hogy a helyzetünket, a nehéz körülményeinket mi okoztuk.
És Isten meg is erősít bennünket, ha őt keressük így. 11-14. vers. Dicsérem Istent az ő ígéreteiért, dicsérem az Urat az ő ígéreteiért, mert megszabadítottad lelkemet a haláltól, bizonyan az én lábaimat az eleséstől, hogy járjak Isten előtt az életnek világosságában. Dávidnak a szívében Isten kegyelmére ezek a szavak formálódtak. Ha így teszünk mi is, amikor az ég leszakadni látszik ránk, akkor Isten értünk is megteszi mindazt, amit Dávidért megtett. És a Jás 55. fejezetében a 3. vers. Hajtsátok ide fületeket, és gyertek hozzám. Hallgassatok, hogy éljen lelketek, és szerzek veletek örök szövetséget. Dávid iránt való változhatatlan kegyelmességem szerint. Isten kegyelmes kívánt lenni Dávidhoz, és szövetséget kötni vele, hogy aki úgy jár el, mint ahogy Dávid, ahhoz is kegyelmes legyen, és azzal is szövetséget kössön. Azért volt ez így, mert Dávid Istennek a kiválasztottja volt. A következő vers, a 4. vers azt mondja, ímé bizonyságul adtam őt a népeknek, fejedelemül és parancsolóul népeknek. Minden emberi hibája ellenére is azt mondta Isten Dávidról, hogy szíve szerint való férfi. De csak miután Dávid kifejezte, hogy Istent akarja szolgálni. Amikor Dávid körül összeomlott minden, akkor nem bátortalanodott el, mint ahogy mi tesszük gyakorta. Talán belátjuk, hogy rosszat tettünk, de nem megyünk Istenhez, mint ahogy Dávid, hanem elveszünk a mi bizonytalanságainkban. Ezért kapott ő kegyelmet Istentől, és ezért választotta őt vezetőnek. És ezért példaértékű az ő személye számunkra. Ezért lett Jézus Dávid fiának nevezve. Jézus is átélte ezeket, hogy minden összeomlott körülötte. És a Jás 49. könyvének 4. verse azt mondja, hiába fáradoztam, semmire és haszontalan költöttem-e el előmet. Miután Jézus annyit munkálkodott, eljutott arra a pontra, hogy azt mondja, minden erőfeszítése hiába való volt. És tudjátok, mikor érezte ezt a legjobban? Említettük az eseményt a szombatiskolában is. Amikor azt mondta, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Jézus élete című bizonyságtétel 756. oldala, angol oldalszám, amit a Margon találtok meg, azt mondja, a szörnyű sötétség közepette Istentől nyilvánvalóan elhagyatva, Krisztus az emberi jaj poharát fenékig kiürítette. Azokban a félelmetes órákban arra a neki korábban adott ígéretre támaszkodott, hogy az Atya elfogadja őt. Krisztus megismerkedett mennyei Atya jellemével. Igazság szolgáltatását, irgalmát és nagy szeretetét is megértette. Hittel megnyugodott Istenben, mert az ő iránta való engedelmesség mindig örömöt okozott neki. Mikor alázatos hódolattal és engedelmességgel rábízta magát Istenre, akkor lassanként eltűnt szívéből az az érzés, hogy az Atya elhagyta őt. Krisztus hit által győzött. Ugyanaz történt Jézussal és Dáviddal is. Istenbe vetette bizalmát. Amikor úgy érezzük, hogy Isten elhagyott bennünket, akkor legyünk
alázatosak és engedelmesek, akkor bízzunk a legjobban Istenben. Ahogyan Jézus átélte ezt, Dávid is átélte ezeket a dolgokat. De nekünk is át kell mennünk ugyanezen a dolgon. Krisztus az a létre, amely a mennyet összeköti a földdel, a mélységgel. Ha megnyílnának a szemeink, akkor láthatnánk az angyalokat, akik értünk dolgoznak. Akik visszatartják a gonosz angyalokat. Azokat a gonosz angyalokat, akik a mi életünkre törnek. Isten ott van az létrának a tetején. Kinyújtja felénk a karját. Hogy mindenkit a mennyei országba segítsen. Krisztus az ő emberi karjával átöléli az emberiséget, mennyei karjával megfogja a mindenhatónak a trónját. Az ő teste olyan, mint egy híd. Olyan sok szörnyűség történik világunkban, de közvetlen közelünkben is, sőt velünk is, hogy fel kell készüljünk ezekre a szörnyűségekre. Győzni nem tudunk a saját erünkből, csak is az isteni iránti engedelmesség által. Habakuknak a gondolataival, szavaival fejezném be délelőtti elmélkedésünket. 3. fejezet 17-18 verse. Mert a füge nem fog virágozni, a szőlőkben nem lészen gyümölcs, megcsal az olajfa termése. A szántó földek sem teremnek eleséget. Kivész a juh az akolból, és nem lesz ökör az istálóban. Átéljük azt, amikor a természet úgy megváltozik, hogy nincs annyi termés. Hiába erőlködünk a kiskertünkben, kevesebb a gyümölcs, kevesebb a zöldség, ott a munkánk, de mégis biztat bennünket. 18. vers. De én örvendezni fogok az Úrban, és vigadozok az én szabadító Istenemben. Ez a tapasztalat legyen meg mindannyiunk számában. Ebben erősödjünk meg. Az Úr áldjon meg benneteket, mindannyiunkat, és az elhangzott szavakat. Amen. Köszönjük az Atyafinak és Istennek ezen hozzánk küldött üzenetét. Továbbá programunk befejezése előtt hallgassunk meg pár szolgálatot. Most megkérem a Zibolya testvénőt, Gyögyné Ibolya testvénőt egy szavalatra. Búcsúzni mindig fáj. Búcsúzni mindig fáj, csak könnyezve lehet. Most egy év megy tőlünk, még visszainteget. Uszálja meglebben, mennyi mindent akar. A múlt mélyébe hull, akar vagy nem akar. Az emlékek kövén lépegetek vissza, hallgatnak ők nyilván, vagy sírnak titokban. Enyém volt az idő, a perc minden óra, most az omlókövek beszélnek csak róla. Idézik a múltat halk szavú bánattal, mint az őszi nyár a fényt fakó sugarakkal. A fénye egyre tűnik, a kövek is sorban, halandó ember már nem mehet a múltba. Élni a mába itt, csak ez a feladat, sietni előre, amíg a szív szabad, örülni mindennek, ami csak szép lehet, meglátni a könnyet, a könyvtől ázott szemet. Régi üzenetek érjenek szívünkhöz, a búcsú elérkezett nem csak egy évünkhöz. Dél hull a világra, fénye hull az égnek, fut a remény tőlünk az ég istenéhez. Itt már nincsen helye,
ott talál megnyugvást. Amíg lehet, testvér, öleljük meg egymást. Várjuk a jövendőt imádkozó szívvel. Most még erősebben hidd, Isten sohasem hagy el. Szomorú lett a vers szívemben az ének, de sietve mondom az ég Istenének. Köszönöm, ami volt, és ha rosszul léptem, a Krisztus véréért bocsáss meg én nékem. Adj több alázatot a jövendő évre, adj több bölcsességet szívembe, elmémbe. Add, hogy hűségesebb szívvel szeresselek téged minden előtt, s minden testvéremet. Hívó szavad minden szívhez eljusson még, adjál-e világnak kegyelemből békét. Amen. Köszönjük ezen szavalatot, most pedig meg fogunk hallgatni a vonós zenekartól egy számot.
Új reménység van-e világnak, hogy megváltó született és feláldozta magát mi érettünk, mi bűneinkért és a világ bűneiért, és van megváltás a mi részünkre, ez az új reménység. Az Úr szent neve legyen dicsőítve ezen ének által is. A már kijelölt 107-es számú énekkel fogjuk befejezni a mi délelőtti elmélkedésünket, a 107-es számú éneket. Jézus szeretetéről énekelek. Zongora hangjára fölállunk és elénekeljük. Hajtsuk meg a mi tégyeinket Isten szent színe előtt egy imára. Szerető mennyei atyánk, hálető szívünkkel itt megköszönni áldásaidat, gondviselésedet, megköszönni a mai szombatnapot, az, hogy összegyűlhetünk és lábaid előtt tanulmányozhatjuk mennyei kijelentésedet. Azokat az igéket, amelyeket azért adtál számunkra, hogy megismerhessük belőle önmagunkat, megismerhessük a jelen időket, az eljövendőket, és mindazokat az ígéreteket, hogy az embernek számára lehetővé tetted szent fiat halála által az örök élet visszaállítását. Segíts, hogy megérthessük a mi részünket, a mi feladatunkat, és szent lelked által bátoríts, buzdítsál bennünket, hogy ne csak hallgatói legyünk, olvasói legyünk a kijelentéseidnek, a szavaidnak, hanem azok által formálj, alakíts bennünket úgy, hogy méltó gyermekeidnek bizonyulhassunk. És így méltók lehessünk a megváltásra is. Légy a távolban szeretteinkkel, hittestvéreinkkel is, azokkal, akik magányban vannak, azok, akik betegségben vannak, te légy bátorítása mindenki számára. És segíts bennünket, hogy ha elmegyünk innen is, találkozunk magányos hittestvéreinkkel, akkor mindazt a bátorítást, amelyet most nyertünk szavaidból, azokat tudjuk továbbadni, és együttesen tudjunk dicsőíteni és magasztalni téged, bárhol is vagyunk. Légy mindannyiunkkal, a te szent fiad kifolyt vére érdemért kértük most és mindörökké. Amen. Ezen énekkel és imával befejeztük a délelőtti óránkat, az Úr áldja meg részünkre a tanultakat. Amen.